Üdvözlöm a kedves hallgatókat az Átlátszó Podcastban. Ma rezsicsökkentésről fogunk beszélgetni. A vendégeink Holoda Attila volt energiaügyi helyettes államtitkár, Gémesi György a Önkormányzatok Szövetségének elnöke, kollégám Seges Fári Csaba az Átlátszó újságírója, én pedig Zubor Zanán vagyok szintén az Átlátszótól. A rezsicsökkentés politikája 2013 óta a Fidesz kormányok egyik központi politikája volt, ezért is érte váratlanul az országot, hogy az idei választások után nem sokkal egy egészen drasztikus áremelést jelentettek be a limit felett fogyasztóknak a gáz esetében hétszeres, az áram esetében pedig kétszeres árat kellene fizetni. Arról fogunk beszélgetni, hogy erre miért lehetett szükség, és hogy, hogy hogyan lehetett volna ezt a helyzetet elkerülni. Már is a Holoda fordulok. Ön ugye jelen volt egészen a rezsicsökkentés kitalálása előtt, tulajdonképpen azért is távozott a kormányból, mert nem értett egyet ezzel a politikával. Mi volt ön szerint akkor ezzel a döntéssel a probléma, hogy a hatósági csökkentett árakat vezettek be? Tehát alapvetően mindig probléma van, hogyha egy rendszerbe úgy nyúlunk bele, hogy nem teszünk különbséget a rendszer szereplői között. Ugye én az energetikai rendszernél mindig el szoktam mondani, hogy akkor működik jól az energetikai rendszer, hogyha harmonikusan együtt tudnak működni a termelők, a szállítók, a kereskedők egészen a fogyasztóig. Hogyha bármelyik részébe belenyúlunk, és valamelyiket előnybe hozzuk a másikkal szembe, akkor a többi eleinte nem lesz komfortos, utána pedig komoly veszteségeket szenved. És az a fajta megközelítés, és a, a rezsicsökkentés kitalálásánál, hogy mindenkit egységesen beterelünk ebbe a csökkentett változatba, az már önmagában jelezte, hogy semmiféle szociális megkülönböztetést nem akarnak tenni a fogyasztók között, holott egyébként korábban is volt ilyen típusú megkülönböztetés, sőt, én magam készítettem egy olyan anyagot még 2012. szeptemberében, amit látszólag akkoriban még a politikusok is elfogadtak, aztán a fogadtatása mégiscsak kicsit Valsa sikeredet, aminek az lett volna a lényege, hogy több fogyasztói sávot hozunk létre, és természetesen a fogyasztói sávoknál figyelembe tudtuk volna venni azokat a szociális különbségeket, amik a különböző fogyasztóknál vannak. Tehát lett volna olyan fogyasztó, akinél egyenesen csökkent volna a rezsi, és lett volna olyan fogyasztó, akik már akkoriban is ugye mindig ezzel példálóztunk, és az azóta is túlélte magát, hogy a rózsadombi medencét ezzel fűtő fogyasztók, akik valójában nem tudják, hogy mennyit fogyasztanak, és különösebben nem is érdekli őket, hiszen egészen más jövedelem viszonyok között vannak, mint mondjuk azok, akiknek a, a, havi csekk kifizetése is problémát jelent. Ez a sávos rendszer úgy tudom, hogy már tartalmazott akkor olyan rendelkezés, hogy aki többet fogyaszt, az egy idő után egységenként többet is kell, hogy fizessen. A mostani be, 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 regi rendszerben tulajdonképpen vannak hogy a szociális kitételek, bizonyos rászorulók, nagy családosok mentesülnek a, a, túlzott az emelt fizetés alól, illetve ugye, akik egy limit felett fogyasztanak, azoknak kell többet fizetni. Akkor elmondhatjuk, hogy az a mostani rendszer az, az közelebb áll ahhoz az elképzeléshez, amit ön is tervezett? Nem, mert uh, hiányzik belőle a lépcsőzetesség. Tehát uh, itt alapvetően az a mostani rendszer a probléma, hogy mindezek a kitételek, hogy nagy családosok, meg több generáció együttélése, meg társasházak, meg hogy számoljuk el, az mind-mind már annak volt a következménye, az utólagos módosítás, mert amikor először bejelentették a mostani rezsinövelést, akkor gyakorlatilag közölték, hogy aki okay, eddig fogyaszt, az ennyi ennyit fizet, afelett meg hirtelen átugrik egy hétszeres árba mondjuk a földgáz esetén, ami nem egy normális dolog. Tehát, hogyha az embereknek azt mondjuk, hogy, hogy fokozatosan fogsz lépni, és látod a saját fogyasztásodat, és a fogyasztásod szabályozására van lehetőség, független attól, hogy most tud-e tényleg megtakarítani, hatékonyan -e a saját energia felhasználása vagy sem, de akkor is látja azt, hogy hogyan fog felfelé lépkedni, és mondjuk az utolsó sába eléri ezt a hétszeres szózót. De úgyhogy az, az egyszeres szózóról felugrani egy hétszeres szózóról. Mondjuk egy méter túllépésével, az nem egy normális dolog. Arról nem is beszélve, hogy utólag kapkodva hozták meg azt a rendeletet is, hogy a hőmennyiséget kell nézni, mert hogy kiderült számukra, én nem tudom, hogy ezt miért nem tudták előre, hogy az ország különböző területein más és más a fűtőérték. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sokan vannak azok, akik például földgázra átálltak villamos energiára, és minden villamos energiával oldanak meg. Nekik ugyanúgy 210 kWh a havi korlát, mint az, aki csak kizárólag mondjuk a világítása használja. Ez megint nem egy normális dolog, tehát még mindig azt látszik, hogy egész egyszerűen hozni akartak valamilyen rendelkezést, amiben nem csupán az van benne, hogy akkor most mindenkinek tudomásul kell venni, hogy az olcsó energia korának vége van, hanem egész egyszerűen ebben az is látszik, és azért van a hétszeres szózó, különösen a villamos energiánál a kétszeres szózó, hogy, hogy gyakorlatilag megpróbálják betapasztani azokat a lyukokat, amelyeket a költségvetés számára már a rezsicsökkentés okozott, megfejelve a, választás előtti kampány pénzkiszórással. Egyébként, amikor arról beszélünk, hogy rezsicsökkentés, ugye ez egy hatósági árszabályozás, itt korábban beszéltük, hogy, hogy nem lehet rászabadítani a piacot a fogyasztókra, hiszen nem egy súlycsoport a kettő. De azért, hogyha az elmúlt tíz évet nézzük, és az akkori gáz és villamosenergia árakat, akkor ez a fajta hatósági árme, á, me, ármeghatározás, ez nem okozott akkor a lyukat a költségvetésen. Magyarán azt, azt, a politikai hasznot, amit ez hozott, az nem került sokba eddig a kormánynak. Az viszont, hogy ez megváltozott, ezt tavaly nyáróta lehetett tudni, hiszen akkor már jöttek az első számok arról, hogyha így folytatódik esetleg a földgáz ár emelkedés, akkor a sok milliárd forintba fog kerülni. És ugye most meg arról beszélünk, hogy utólag egy rendeletet tákolunk. Tehát akkor mi történhetett az elmúlt másfél évben? <laughs> ez, Tehát... ez a legjobb kérdés egyébként, mert amikor erről beszélünk, tőlem is mindenki ezt kérdezi, hogy hát azt azért már lehetett látni, hogy tavaly ősszel már elég komoly volt az energia ár. Nem igaz, hogy mondjuk akár az MVMS kollégák ne tudtak volna felkészülni egy olyan anyag elkészítésével, ami mindezeket figyelembe veszi, elmondták volna az anomáliákat, nem egy határ lett volna, hanem több határ attól függő, hogy ki mire használja az adott energiahordozót, csak hogy az alapprobléma az az, és ezt tapasztaljuk a kormány tevékenységének más területén is, hogy azért nem mernek elindítani komoly tanulmányokat, mert azok előbb-utóbb kiszivárognak. Na most el lehet képzelni, hogy mi lett volna akkor, hogyha mondjuk a választás előtt kiszivárog az, hogy egyébként az MVM-be készül egy olyan anyag, ami arról szól, hogy hogyan tudunk eltérni az egyedüli kampányelemtől, a rezsicsökkentéstől. Tehát inkább letagadták, miközben ugye, hogyha valaki látta a tusványosi beszédét Orbán Viktornak, akkor az ottaniak nem nagyon kapták fel a fejüket, hiszen őket nem érinti az ottani közönséget, de akkor már Orbán Viktor maga elmondta, hogy 2021-ben 296 milliárdos veszteséget okozott a rezsicsökkentés, miközben október közepén Szijjátó Péter úgy jött haza Moszkvából, hogy már pedig amíg van orosz gáz, addig itt rezsicsökkentés lesz. Tehát, amikor mi már azt mondtuk, hogy ez nem lehetséges, hiszen az orosz gáz elszámolása, mint minden más hosszú távú szerződésnél követi a tőzsdei árat, csak valamekkora késéssel, és nyilván kiátlagolva, a nagy ugrásokat kiszedve belőle, de ezzel együtt az, hogy növekedés van a nemzetközi piacon, az egyértelmű volt, és elkerülhetetlen volt. Az oroszok sem hülyék, miért adnák nekünk olcsóban. Mikor ezt elmondtuk, akkor mi volt a válasz? A baloldal hazudik, az el, bárki, aki nem azt mondja, amit a kormány, az persze azonnal baloldali lesz, meg lipsi lesz, holott egész egyszerűen csak a közgazdaságtan, meg a piac működését kellett volna figyelembe venni. Tehát pontosan tudták, hogy növekedés van. Én szerintem ők arra számítottak még a kidolgozással szemben, hogy egész egyszerűen valamikor, ahogy ez szokott lenni, tavasszal, nyáron, amikor nincs akkor a kereslet, normalizálódik az ár, és ez nagyon nem jött be. Egyébként ezzel, hogy most ilyen energiaárak vannak, például ezt a kormány ezt miből tudja finanszírozni? Tehát az MBM se egy feneketlen kút, tehát a jelenlegi 200 Európa per meg a vattórás gázár azért az, az, még mindig nem nevezhető kevésnek, és ugye most még folyamatosan születnek újabb-újabb szerződések, itt egész horrorisztikus köbméter árakat lehet olvasni, tehát a, szó szerint az értelmezhetetlen, tehát annyit nem lehet konkrétan kifizetni gázért. Kérdés az igazából, hogy az áremelések, azok az MVM költségvetését egyensúlyba hozzák-e? vagy most ez nyereséges lett -e, vagy veszteséges volt Abban azért nem, tehát nyilván megpróbálják tompítani ezt, de éppen a horrorisztikus árak miatt, a, meg az, hogy az MVM zsebe sem végtelen, sőt, pontosan látjuk azt, hogy azért az MVM-ben nincs ekkora nyereség, korábban sem volt. Különösen azért nem, mert egy csomó mindenre elköltetik vele a pénzt. Most egy csúnya szóval mondtam, ezt az elköltetik, de meg kell nézni, hogy például most a, a, a kubató féle stadionra éppen 1,3 milliárd. Adott az MVM. Arra érdekes módon megint van, holott egyébként szenvednek a, a rezsicsökkentés hátrányai miatt. De, és akkor itt jön be az a kérdés, hogy miért is kellett annak idején a múltikat kiüldözni. El lehet képzelni azt a szitut, most játszunk el a gondolattal, hogy mondjuk itt van az EO, meg itt van a, a de France és az összes többi, és mondjuk ugyanebbe a helyzetbe kényszerítik őket. Hát azonnal európai bíróságokhoz fordultak volna. Az MVM az nem fogja megtenni, hiszen 100%-ban állami tulajdon. Ha 100%-ban állami tulajdon, Ugyanúgy, mint ahogy korábban, amikor a rezsiz, az árezsy ár csökkentés alatt kiszedték belőle a komoly osztalékot, most be kell rakni az államnak. Ez ugyanaz a kategória, mint az, amit én kedvenc példám, ha Orbán Viktor akarná, holnaptól lehetne 3,60-a kenyér csak először államosítani kéne az összes pékséget, majd utána ezeket megdotálni, mert tudjuk, hogy 360-ból nem jön ki, de akaratként nyugodtan lehet. Ez pontosan ugyanúgy ennyibe kerül, tehát miből fogjuk finanszírozni a, az MBM-et? A saját közös pénzünkből, az adófizetők pénzéből, amit aztán az adófizetők nem raknak össze, ők csak azt látják, hogy ennyit fizetek az energiáért, és milyen jó, hogyha én alatta maradok a sávnak, de nem látja be azt, hogy egyébként ez már ráfizetés az MVM-nek, ezt közösen fogjuk megfizetni. Azért nem jó példa az egészségügyi oktatás, azért veszik el az önkormányzatoktól a pénzeket, hogy tudják finanszírozni például ezeket a veszteségeket, mert állami vállalatról lévén szó, az állam gyakorlatilag mindig oda kell, hogy tegye a pénzét. És már ugye ha valami amikor a tavaszi időszakban, én még alul is becsültem, én akkoriban azt mondtam, hogy nagyjából ezer milliárd körül várható az év végére a vesztesége az MVM-nek. Mondjuk én is azt gondoltam, hogy nyáron egy picit visszaesik, a gázár nem sikerült, de most már az látszik, hogy ez a veszteség ez jóval, de jóval nagyobb. És egész egyszerűen eljutottak valószínű odáig, hogy az MVM, hogy kérdezte tőlem mindenki, de miért pont júniusban jelentették be? Hát valószínűleg az MVM jelezte, hogy gyerekek, nincs a nincs pénz a kasszában, nem tudom kifizetni a korábban megrendelt földgáz és villamos energiának az ellenértékét, kérek pénzt. És akkor innentől kezdve jött az, hogy hoppá, akkor mégse tudunk osztogatni csak úgy pénzt, akkor oda be kell rakni a pénzt, hát akkor majd a, jön a Lázár János, és leállítja a különböző beruházásokat, és akkor az abból megmaradt pénz azt ide fogjuk betolni. Erről szól a dolog jelenleg. Ugye arról azért többet lehet hallani, hogy eltelt 12 év, és ugye az emberek folyamatosan azt hallották, hogy nekik ezzel nem kell foglalkozni, mert lesz gáz, meg lesz villany, viszont az se várható el, hogy egyik pillanatra a másikra itt most emberek felújításokba kezdjenek, vagy milliókat költsenek el energetikai átalakításra, mert egyszerűen nem működik. Tehát se a piac nem képes ekkora igényt kiszolgálni, se a másik oldalról nincsen rá kereslet. Tehát ezt való ugye ezt fokozatosan kellett volna bevezetni. Tehát lehetett volna érdembe akár a gázáron is változtatni, bár tudom, hogy ez ilyen politikai szempontból ez egy elképzelhetetlen történet, viszont így mindenki kiszolgáltatott lett az utolsó pillanatban. Tehát nyáróta látjuk, hogy milyen milyen megrendelések érik az építőipart felújításokra, szigetelésekre, ami ugye mit hozott? Brutális áremelkedés. Tehát, hogy ilyen egyik, egyikből a másikba csapált. Tehát, hogy ez egy kormányzati szintről, ez követhetetlen gyakorlatilag. Tehát se tervezni nem lehet, se dolgozni. Lehetett volna tervezni, hogyha a 2011-ben elfogadott stratégia, már Orbán kormány volt, 2011-ben még a Bencsik János fémjelezte államtitkárság megalkotott egy energiastratégiát, annak voltak lényegi elemei, például az, hogy, hogy mi lesz a paksal, hogyan kellene bővíteni, milyen irányba indulunk el, hozzáteszem, akkoriban a stratégia még azt tartalmazta, hogy meg fogjuk versenyeztetni a különböző atomerőmű gyártókat, de ezen is hamar túlléptünk. De ennek, a, ennek a stratégiának volt egy lényegi eleme az épület energiahatékonyság javítása, Olyannyira, hogy volt benne, aki előkeresi ezt a régi anyagot, láthatja, hogy benne volt, hogy össze volt szedve, hogy energiahatékonyság területén miből tudunk a legtöbbet elérni, és abban az volt benne, hogy a lakóépületek, illetve az épületállomány. Ugye mindig elmondom, hogy akkoriban készült el egy épület energiahatékonysági felmérés, ami megállapította, hogy a magyarországi ingatlanok, nem csak lakóingatlan, mindenféle ingatlanoknál, a, ezeknél a 70% esetében a felhasznált energia több mint 40% a szendőbe megy és volt rá program, hogy akkor indítsuk el ezt. Ráadásul az Európai Unió ezt nagyon erősen támogatta, hiszen 2015-ben meg is érkezett hozzá a pénz, amit aztán a kormány akkor már úgy döntött, hogy hát tulajdonképpen ezt az európai pénzt én úgy költöm, hogy én akarom, és annak adok, akinek én akarok, aki nekem szimpatikus mondjuk önkormányzat, akkor kap pénz, ha nem szimpatikus, akkor nem kap pénzt, a lakosság meg nem kap pénzt. És akkor mindenki tudomásul vette, hogy hát nem is kell nekem pénz, ugye mindenki azt mondta még akár öt évvel ezelőtt is, hogy nem fogok beruházni egy szigetelésbe, meg egy ablakserébe, ha csak éppen nem fúj be nagyon a szél, és nem fázok, mert nem éri meg, hosszú a megtérülés. Mert folyamatosan abban az illúzióban tartottuk és ringattuk az embereket, hogy az energia tartósan alacsonyan maradhat. Ez nem más, mint a régi szocialista rendszer, amikor azt mondtuk, hogy minden áruba bele volt nyomva az ára, mert évekig, évekig nem változott, mert szabályoztuk, miközben mindenki tudta, hogy többe kerül, hát majd azt valahonnan valaki fogja pótolni. Itt meg még csak ez sem volt, hanem egész egyszerűen volt egy időszak, amikor pontosan látszott az, hogy az energiaárak éppen az energia dömping miatt Európá ban elkezdenek csökkenni. Orbánék marha jól elkapták ennek a, a, a pillanatát 2013-ban, akkor indult a csökkenés, hogyha valaki megnézi a régi árakat, és onnantól kezdve csökkent 40-50 százalékot. Most ehhez képest kaptunk nagykegyesen 25 ot Tehát ebből még haszont is tett el az állam, amit fel tudott használni például kampány célokra. A 2018-as kampány előtt biztos emlékszünk, vagy emlékeztek emlékezünk rá, februárban rendkívüli fa támogatást osztottak ki, 42 milliárd forintot. Ennek a fedezete, meg is mondták, az MVM-nél keletkezett rezsit többletből jött be, tehát gyakorlatilag mi fizettük azt is, tehát nem a jóságos állam adott oda pénzt, csak egész egyszerűen ott is már az indoklás az volt, hogy a fa felhasználóknak, a fatüzelést használóknak, akik egyébként sokkal nagyobb számban vannak, mint azt bárki feltételezi, sokkal többen használnak fa meg minden egyéb fűtés, mint földgáz, vagy akár villamosenergia fűtést. Azt mondták nekik februárban, a tél végén, hogy akkor én adok neked támogatást, mert rendkívül hideg volt a tél. Na most a 2017-18-as tél nem volt hideg, egy szállat se. Másrészt, ha én fatámogatást akarok adni valakinek, de úgy, hogy az tényleg segítsen rajta szociálisan, akkor mielőtt az üzemanyag, vagy a, a tüzetfát beszerzi, akkor adom neki. Október-novemberben, nem februárban utólag, mert akkor már, ha már úgy is megvette, akkor persze jól esik mindenkinek a kis plusz pénz. Egész egyszerűen látszott, hogy kampány célokra használták föl. Tehát gyakorlatilag eh, politikai céloknak alárendeltek például energiastratégiai célkitűzés, például energiahatékonysági célkitűzést, innentől kezdve minden, amit már így visszamenőleg próbálunk elemezni, az az látszik, hogy az, amit ígértek, és az, ami logikus lett volna, például az, hogy ne húsz év lemaradását akarjuk most emberekkel másfél-két hónap alatt behozat, és gyakorlatilag éppen, hogy le nem tolják az embereket, hogy hát miért nem figyeltél oda a saját fogyasztásodra, bocsattál rá pénzt. Hát segíthettél volna, mert egyébként a magyar jövedelem viszonyok, nem csak a magyar, a közép-európai jövedelem viszonyok nem teszik azt lehetővé, hogy csak úgy a lakás és háztulajdonosok felújítsák a saját lakóingatlanukat. Hogyha már az önkormányzatok elhangzottak, akkor a másik vendégünket is hagyjuk szóhoz jutni. A... Önkormányzatok mennyire tudtak felkészülni erre a helyzetre? Úgy tudom, hogy volt azért több olyan program, ami a közintézmények energetikai felújításáról szólt, tehát úgy gondolná az ember, hogy a, talán a lakosságnál valamivel Felkészült ebben érte ez a válság most az önkormányzatokat. Ennek ellenére azért mégis azt halljuk, hogy nagyon sok helyen be kell zárni ö, szociális intézményeket, ö, oktatási intézményeket, egyszerűen azért, azért, mert nincs pénz ezeknek a felfűtésére. Hát senkit nem érhet boldogan, hogy júniusban bejelenték, hogy augusztus egyel több lesz, 8 vagy 10-szer az energia. Tehát ez, ez a nagyságrendért minket váratlanul, az, hogy növekedni fog, ez várató volt, de ez a nagyságrend sokkoló volt minden település számára. És azóta is azon, hogy folyamatosan számol mindenki, sokan bejelentették, Fideszes önkormányzatok, Győr polgármestere, vagy Pokorni Zoltán 12. kerület, hogy miket fog bezárni, hogy milyen intézkedéseket fog hozni. Én egyébként pont egy ilyen találkozóról jöttem egy ilyen munkacsoportülésről, akkor megyünk végig intézményeken, hogy hol lehet megtakarítani, Sajnos az a baj, hogy az intézményállomány még nem olyan felújított, hogy ezeket be lehessen tartani. Tehát, tehát hogyha ha azt akarom meghatározni, mondjuk, hogy 18 vagy 20 fok legyen egy épületbe, nagyon nehéz úgy szabályozni, hogy az be is legyen tartva. Én a múlt héten minden egyes intézményt véglátogattam, nem azért, mintha én tudnám megoldani ezeket a problémákat. Szakemberekkel mentem, megnéztük a nyirázárokat, radiátorokat, és minden gépészetet, ami a fűtéshez tartozik. Elsősorban most azzal foglalkoztunk. És azt megállapítottam, hogy azért persze nagyon sok mindenben mi is előre léptünk, mint ahogy más önkormányzat. De messze nem vagyunk a, so, a, a folyamatnak a végén. Most is folyik egy energetikai beruházás egy óvodába, külső szigetelés nyilázáró, vagy szampelem a művészetek házára, de ahogy számolunk, ez messze nem lesz elég ahhoz, hogy kompenzálja ezt a brutális emelkedést. Tehát a felkészülés az az sokkal több időt igényel, és a felkészülésben sokat segített volna, hogy a kormány nem olyan beruházásokat csinál, aminek további működési költségvonzata van, bődületes működési költségvonzata van. Most nem akarok populáris lenni, pláne egy egy németországi győzelem után, de hát azért nem biztos, hogy fűteni kell a füvet a gyerekeknek, a, a fiúknak, ahogy Hof Igézon mondta, a fiúknak mondjuk a, 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 a stadionokban. Akkor, amikor amikor nekem azon kell gondolkoznom, hogy lesz legendő elegendő energia és pénz a bölcsőde a, az oboda a szociális otthon és az egészségügyi intézmények fűtésére. Tehát ha folytatódik a panelprogram, ha, ha, ha a távfűtési rendszereket korszerűsítik, elavultak a rendszerek, dől ki az energia. Nem csak az embereknél nem lehet, egy részét már lehet szabályozni, hanem a vezetékeken megy ki az energia. Tehát ezekre mind-mind rengeteg pénzt kell szánni, mint ahogy egyébként, mert ha a közművekről van szó, a víznél, ha, ha lehet, hogy nagyon sok keveset mondok, akkor azt mondom, hogy több ezer milliárd forint kéne a föld alá. Most, hogy be legyen téve. Az 50-60-80 éves elhasznált vízrendszereknek, és amikor ilyen asszály van és szárasság, akkor nyilván az a veszteség, ami kimegy a földbe ezeken a rendszereken keresztül, az mérhetetlen drága. De de, de az az igazság, hogy hogy. Ma sem tudják az önkormányzatok, hogy hogy fogják ezt igaználkodni. Én úgy gondolom, tegnap volt az önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa, a kormány önkormányzati Szövetségek Érdekegyeztetése, mindenki elmondta, hogy ez nem fog menni, kormányzati beavatkozás nélkül, a kormányzat kapkodja a fejét, kapkod, egyébként most kapkod ebben a kérdésben, nem, nem tudott, nem tudja utolérni saját magát, azok a választási eleve előtt ígéretek és, 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 kommunikációs kommunikációk, amik arról szóltak, hogy itt minden a rezsivédelem, és mindenkit megvédünk, és, és senki, senkinek nem lesz problémája ezzel. Ugye egyik pillanatról a másikra megdőltek, megdőltek a tabuk, hozzá kellett nyúlni ehhez, mint ahogy egyébként aki gondolkodik, pontosan tudja, hogy hozzá kell nyúlni ehhez, ez így nem tartható, ez a középkádári rendszer gazdaságpolitikája. Ez a középkádári rendszer gazdaságpolitikája elszabadult élelmiszerek, 30 energia, ott van a víz, nem bírják az önkormányzatok az ivóvíz rendszereket működtetni, azt most akkor államosítják, ott nem kell beletenni a pénzt, ott is bele kell tenni a pénzt. Tehát nem az önkormányzat a felelős ezért a helyzetért. Tehát azt gondolom, hogy nagyon nyugodtan egy kormány-önkormányzatok közötti párbeszéd, vagy egy nemzeti energia csúcs összehívása, ami elengedhetetlen ebben az időszakban. Nem kell, nem kell, ha hibázott, hibázott, most ne azt vitassuk, ki mit, ki tartja, ki mit, milyen okot virtat, hogy most ez Brüsszel háború, nem háború. Nagyon sok összetevője van. Most nem, az a, nem az abban a helyzetben vagyunk, hogy ezt eldöntsük, lehet kommunikálni, meg lehet még egy darabig ezt a tekerni, de meg kell oldani a helyzetet. Kaptak bármilyen konkrét ígéretet a kormánytól, az a kormányzatok? Tegnap előtt volt a Gulyás Gergelynek egy tájékoztatója a megyei Ugyvárosok szövetségének ülése után. Azt azóta, a, a, hát talán nem akarom bántani a miniszter urat, a cinikus megjegyzése, hogy spóroljanak. Hát ki nem spórol? Hát mindenki spórol, mondom, én magam végigjártam minden. Mi lehet spórolni? Lehet egyébként megtakarítani, de nem úgy észnék, hogy egy íróasztalnál valaki azt mondja, hogy 25 és akkor 18 fokban fog szülni. Nem lehet 18 fokban dolgozni. Nem lehet. Egyébként tavaly óta ugye itt már említettük, hogy folyamatosan nőttek az árak az önkormányzatoknak, az energetikai Energia közbeszerzései általában egy vagy kettő évre szólnak. Tehát akik tavaly októberben kötöttek szerződést, azok már jellemzően magasabb áron szerezték be az energiát, tehát ez visszakereshető. Tehát az elmúlt egy évben például az önkormányzatok szövetsége, vagy maguk az önkormányzatok milyen tudtak-e lépéseket, vagy lehet ebbe a közegbe egyáltalán mozogni? Tehát az, hogy látjuk azt, hogy növekszik, tehát ezt tavasztól lehetett látni, hogy itt 2-4-6-szoros árak vannak a piacon tehát az őszi energia beszerzésekre valószínűleg már ez tehát annyira váratlanul nem érinthette őket. Már amikor mi beszereztük az energiát egy évvel ezelőtt, már akkor csak egy évre adtak, mi kettő évre szerettük volna, érezhető volt ez a változás, de még az együttes beszerzések következtében tudtak olyan elegedményt adni, ami elfogadható volt a számunkra, de már akkor valóban érezhető volt a, a kereskedők részéről az, a szolgáltatók részéről az, hogy itt növekmény lesz. Most van mindenkinek, most jár le mindenkinek. Van még egy ilyen menedékes kategória, ami azt jelenti, hogy esetleg december 31-ig a hétszeres áron biztosít. Egyébként a tőzsdén most, azt hiszem Hollandiában 700 vagy 800 forint között van a gáz azért, de a tegnapi bejelentése mondjuk a, a, a szenteredi polgármesternek, hogy második fordulóan 25-szörös árat adott az NVM. Tehát nem valaki más, az MVM, ami mögött az állam áll. Hogy? Milyen országban élünk? 25-szörös állat. Ezt elképzeli valaki ott, aki abban a székben ül és leírja, hogy ezt valaki ki tudja fizetni. A tízszereset se tudjuk kifizetni, nem vagy a 25-szöröset. Balasagyarmat példája. 11 település, egy fővárosi kerülettel együtt például 16 szoros árat adtak nekik, és sorolhatnám tovább. Tehát itt, ha nincs állami beavatkozás, mi azt mondtuk egyébként, adjon egy ársapkát most, április 15-ig valamilyen formában avatkozzon be, hozzon minket biztonságos helyzetbe. Hát nem tudja kifizetni Szentendre, nem tudja kifizetni Balasagyarmat, most akkor zárja be a, a, az öreg otthon, mindenki már azon dolgozik, hogy mik azok, amik a téli időszakban korlátozottan vagy teljesen bezárásra kerülnek. Nyilván itt a kultúra lesz a legnagyobb vesztes, ott van a sport, most nem a labdarúgást értem, mert ott lesz gyep, de a gyerekeknek, ahol a, a délutáni foglalkozások vannak, a, a, szakosztályoknak, ahol az edzések vannak. Ezt ki kell fizetni. De egyébként ezek most akárhogy is nézzük, hogy összeadom, nem képviselnek olyan nagy összeget. Tehát nem hiszem, hogy ezzel érdembe eredményt amik lehet a elérni. 10%-ot nagyjából, ha én azt mondom, az de már jó a kicsi az is pénz, az is pénz, az is, 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 is pénz, és szokjanak az emberek arra, és a munkatársak, mert a vonal másik vége, -e, hogy hogy nem tekerjük fel 25-re, hogy visszarakjuk, hogy szabályozzuk olyan szabályozókat, nagyon nehéz a rossz technikai körülmények között ezeket. Megcsinálni. Ezek kulcskérdések, De... bocsánat, hogy ehhez hozzá kapcsolódok. Amikor annak idején volt ez a 2011-es stratégia, annak része volt az okos rendszerek, hát okos hálózatok mindegy. és okos Magatok városok. Szabályoz. És amikor az okos városok, azért volt jó néhány önkormányzat, még próbált ebbe az irányba elmenni. Közt. E, így van. Az okos városnak pontosan az lenne a lényege, hogy most, most azt lehetne például beállítani messziről ezeknek a rendszereknek a segítségével, hogy akkor hogy hozok én 18 és hogy biztosítom azt, hogy ott tutira meg lesz a 18 fok, nem fogják a a kollégák össze-vissza csavargatni, nem kell őket ö, ö, külön ellenőrizni, mert működne ez a rendszer. Ez erre is mi volt, és ugyanez egyébként a nagy villamos hálózatra, a nagy gázhálózat és minden egyébekre, mindenki azt mondta, nem térül meg. Nem térül meg. Na de hát, amikor előre gondolkodunk egy ilyenbe, és mindenki pontosan tudta, hogy az olcsó energia korának vége lesz. Az önkormányzatok már ugyanúgy, az, az önkormányzatoknak, láthatokat. elvonták a forrásaik jelentős részét. Tehát itt azért azt kell látni, hogy, hogy miközben mai napig mindenki azt gondolja, hogy az önkormányzathoz megyek, hogyha én segélyt akarok. A kormány elég alaptomos módon 2010-től kezdődően gyakorlatilag az önkormányzatok kezéből kivette az összes anyagi lehetőséget, gazdasági lehetőséget. A pandémia idő alatt mi volt a legnagyobb hozzáadott értéke? Csökkentette az iparűzési adót, csökkentette az idegenforgalmi adót, elvette a súlyadónak még a maradék részét is. Innentől kezdve azt mondta, és akkor kiáll most akármelyik miniszter, Gulyás miniszter szokta a saját szemtelen arcával elmondani azt, hogy hát akkor spóroljanak. Igen, de, de miből? Hát nincs cím. is pénzünk. Igen, tehát Igen, miből? Miközben mindenki, tehát mindenkinek meg kellene érteni, hogy egy önkormányzat működési költség 90% az az intézmények fenntartása. 60% bér, ott kezdünk. 60% bér. Kötelezünk. Egyébként ezekkel az árak akkor mi az, amire azt lehet mondani, hogy oké. Okay. Tehát, tehát fizikailag eljön az a pont, amikor azt mondja az önkormányzat, hogy nem tud fizetni. Hát akkor kapcsolják. Hát Vagy fom... pedig bejön a csőd, és azt mondja, hogy kifizet az állam. Ugyanúgy, mint a víznél. Ha nem tudjátok működtetni, majd kifizetem. Tehát ugyanúgy bele kell tenni azt a pénzt ezekbe a vízi közművekbe. Az államnak is, hanem hanem ha magához veszi. Az önkormányzat nem gazdálkodik felelőtlenül, sok hiba van persze nyilván, mert a rendszer eléggé heterogon, meg, meg a felkészültségekben is van különbség természetesen, de összességében senki nem ad ellenséget saját magának. Tegnap volt ezen az egyeztetésen elmondtam, a kormánynak sem lett érdeke, hogy az önkormányzatok 80-90%-a bedőljön nem érdeke, nem lehet érdeke. Ha nem érdeke, akkor pedig üljön le, és állapodjunk meg valamiben, ami finanszírozható. Nem azt mondom, hogy nem csoportosítunk át forrásokat, nem teszünk bele ebbe. De most már nincsenek útjártaépítések, építések, ezekben már mind kijöttek a források. A bért nem tudom elvenni, és azokat a dologikat a gyerekeknek a, az óvodába vagy a bölcsödébe a, 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 napi eszközöket nem lehet elvenni, az étkezést nem lehet leállítani. Tehát gyakorlatilag a mozgást azt nem mondom, hogy nulla, de nagyon-nagyon minimális. És ebben már nincs akkora tartaléka az elvonások miatt. Az önkormányzatokat gondolom egyfajta kettős nyomás is éri, ugye elhangzott, hogy segélyért az emberek általában önkormányzatokhoz fordulnak, vagy hát hagyományosan az önkormányzathoz fordultak. A, most a rezsiválság miatt nagyon sok kifejezetten szegény háztartás van, akiknek még többet kellene fizetni, ugye ők azok, akik a, nem korszerűsített kádárkockákban élnek, amik, amiket nem lehet úgy felfűteni, hogy a limiten belül maradjon az ember, ők hétszeres árat kellene fizetni. Ők már mondjuk megjelentek az önkormányzatoknál azzal, hogy, hogy, hogy nem tudnak mit csinálni, nem tudják, hogy hogy fogják a házukat felfűteni télen. Összes Béla János Üdv, a, polgár, a aki a Magyar Önkötök Szövetségek társelnöke, mondta azt, jól és fogalmazott egy sajtótájékoztatóan, soha ennyi igény nem volt fa Tűzifára, és nem növekedett a mennyiség, hanem a torta szelet lesz kisebb. Tehát igen, elindult ez a folyamat. Nyilván vidéken különösen, de azért Budapesten és Budapest környékén is, ahol azért egy kicsit nagyobb a gazdasági erőtér, mert itt is vannak nagyon komoly szociálisan rászoruló családok, emberek. Hogy aztán ebből tudunk-e valamilyen formában segíteni azt. Én most nem tudom megmondani, a fővárosnak volt egy ilyen egyszeri támogatási bejelentése, valamely kerületnél láttam, hogy még valami havi 10 ezer forinttal rászorultakat, x jövedelemig támogatnak. Az nagyon-nagyon fontos, amit Attila Holda Attila mondott, hogy én is annak vagyok a híve, hogy minden szociális rászorultsági alapot kell figyelembe védni. Akinek három mercedes áll a ház előtt, miért adunk ingyen levélet. Akinek három mercedes -e házat miért kap ingyen tankönyvet? Adják oda a rászorultaknak, akkor már mindjárt a rászorultaknak jobb esélye van arra, hogy a nehézségeket át tudják hidalni, és ez a, 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 a szociális háló, azt gondolom, hogy akkor jobban összehozható. A másik, az pedig a piacgazdaság, vagy a szociális piacgazdaság. Tehát nem lehet a piacba beleavatkozni. Tehát a, a, a teljesen egyetértekben, valahol beleadhatunk egy ponton, az egész rendszer borult. És ott sem az van nyilván, hogyha van verseny, legyen verseny, és legyen verseny, azt gondolom, akkor van jó. Akkor nekünk az jó. Ott meg az a, az a, az a támogatási rendszer kell odavinni, hogy nem mindenkinek jár ez, meg az, meg az, meg mert nem, nem lőnisztestvérnek, meg nem tudom kinek, hanem azoknak, akik adott esetben elindulnak, és kell egy hátszél ahhoz, hogy adott esetben be tudjanak pörögni, és segíteni tudják a gazdaság erősödését. Egyébként az, hogy az önkormányzatnak nincs pénze gázra, meg villanyra, az érthető ilyen árak mellett, de nagyon sok önkormányzatnak van távfűtőcége. cége. Ez az a hogy fognak következő működni? bomba. A következő bomba. Te ugye, ugye állt, a ott a... csoportosan ér, Él, tehát érinti az embereket, mert ugye ott tíz, 10, meg százezer emberről beszélünk, a távfűtőpiacot hát, azt ugye ismerjük, tehát a bevétel és a kiadás az már eddig se volt paritásba egymással, most még inkább elszaladt, tehát például az önkormányzatok mit fognak csinálni? Például a Egyháza két éve vette át a Dunai Városi Cégtől a távfűtő céget, ő saját kasszából fogja majd gondolom most finanszírozni. Hát nem tudom, hogy ki tudja finanszírozni, de az biztos ne, egyáltalán nem Gondolom azt hiszem, már eddig is támogatás van rajta 5% az áfája a távfűtésnek, 1000 milliárdos a távfűtési kassza, amiből van most eszem, 10 milliárd forint, ezt olvastam, tehát nincs benne pénz. Ugye olyan támogatási, gázártámogatási rendszer van kidolgozva, ami ö, nyilván az aktuális olajárhoz van ö, igazítva, és nagyon komoly támogatás van ezen. Ezen a távfűtési rendszeren kb. 20-30-25 intézményi, itt óvodák bölcsödéket kell elgondolni, és a többi pedig lakossági. Nem ismertek hozzányúlni igazán. Tehát most csak úgy tódozgatják, fódozgatják, mert amíg még egyik a távfűtésre be van jelentve, az igazán nem nagy ter. Most a hőmennyiségnél fognak majd valamit variálni, hogy nem feltétlen lesz a távfűtősi lakásokban érintetlen a lakosság. Nekünk önkormányzunk a problémánk az, hogy nekünk is óda van rajta, kulturális intézmény van rajta, tehát ugyanúgy élvezni fogjuk szerintem. Nincs még kihozva, hogy mennyi nem láttunk még számlát. Nem tudom, hogy hogy fogja kezelni. Egy hogy... októberben nem lenne már aktuális? Ö, hát lenne aktuális, de még igazán ugye most kezdődött a szezon a fűtési szezon. Már én, ahol amikor voltam a múlt héten, a ovikba, a bölcsébe és ugye be, be, is kapcsolták, Na, de hát az egy darabig megy. Ha nem tudja megvásárolni a fő a gázt, akkor, akkor megáll. És Igen. akkor megállított az intézmény. Valójában az volt a kulcs, amit a, a Győrmesső Gyuri mondott, hogy nem mertek hozzányúlni ez a rendszerhez, holott egyébként a sokat emlegetett stratégiának ez is része volt. Tehát a távhőrendszer, mindenki pontosan tudta, hogy a régi kádárrendszerben kiépült távhőrendszerek egész egyszerűen rosszak. Hogy az átfolyós rendszereket nem lehet jól szabályozni. Én rakok föl bárkinek mérőt, Megmérheti saját magának, hogy mennyi ment át rajta, de egyébként nem tudja szabályozni, mert egyik lakás a másikhoz van kötve, sor sorba van kötve, valójában nem tudja szabályozni. Ezeket a rendszereket kellett volna megcsinálni akkor, amikor rendelkezésre álltak infrastrukturális fejlesztési pénzek, leginkább az Európai Uniótól. Ehelyett mire fordítottuk ezt a pénzt? stadion fűtése, meg stadion építése, holott ezeket a rendszereket, ha nem hozzuk rendbe, akkor most a régi rendszereken hiába próbálnak takarékoskodni, egész egyszerűen nem tudnak rajta takarékoskodni. Sőt, olyan, odáig megyek, hogyha most ezeket a régi távhővel rendelkező mondjuk régi panelházakat elkezdik szigetelni, nem segít rajta, mert még melegebb lesz a panelházban, mert ugyanúgy nem lehet szabályozni. Hát a hőmennyiséget, amit hát most, beadagol, is látjuk, hát most is azt látjuk, most is azt látjuk, hogy kinyitják az ablakot télen. és ami a legfontosabb ebből a szempontból Magyarország mindig elmondjuk büszkén, geotermikus nagyhatalom lehetne, ha nem pancsolnánk el a vizet. És a egy-két önkormányzatot kivéve, akiknél megjelentek akár finanszírozók, akár saját pénzügyi forrásaik voltak, meg tudták tenni azt, hogy átalakították a távhőrendszerét, bevonták ebbe a geotermikus energiát Miskolc, Szeged, Győr, mosó stb., ott azonnal látszik is, hogy borzasztó nagy energiamennyiséget takarítanak meg vele. Viszont ha nem jó maga az alaptávhőrendszer, akkor hiába javítjuk ki magát a távhőt előállító céget, persze javítunk rajta és megtakarítunk nagyot, de alapvetően a rendszer átalakításához kellene hozzányúlni, és hogyha továbbra is csak gurigázunk magunk előtt ezt a dolgot, az önkormányzatok maguk ezt nem fogják tudni megoldani, mert nincsenek szabad forrásaik erre. Ehhez megint kormányzati beavatkozás és meg volt hozzá az alap. Tehát nem azért, hogy ezt most kitaláltuk, és miért most mondtok ilyeneket, mindig ezt szoktam kapni. 12 éve is elmondtam, meg 10, amikor 11-ben elfogadták a stratégiát, annak része volt. Ott volt a stratégia, meg kellett volna valósítani. Többek között a távőrendszerek átalakítása. Budapest például, amelyik geotermikus nagyhatalomnak számít a városok között, a mai napig nem használja ki ezt a geotermikus lehetőséget, holott a főtávrendszer az egyik legnagyobb rendszer, nem az egyik, a legnagyobb rendszer rendszer az országban, itt lehetne a legtöbbet megtakarítani, nem mertek hozzányúlni, Mondván, hogy a rendszer olyan rossz, hogy ha hozzányúlok csak egy eleméhez, akkor véletlenül a többi területen előjönnek a hibák, és akkor már, akkor már veszélybe kerül a távhőellátás, azt nem kockáztatják, akkor marad minden a régibe. És ezt csináljuk gyakorlatilag 25-30 éve görgetjük magunk előtt ezt a problémát. 1990-ben, amikor megválasztottak, akkor ott volt egy változás az ár struktúrában, mert ugye az volt a támogatási rendszer lényeg, hogy minél többet használsz, annál nagyobb támogatást kapsz. És akkor át lett alakítva, hogy tártam 300 dühös emberrel szembe, emlékszem egy lakossági fórumon, és én, aki erről azt nem, abszolút nem tehettem, pedig nálam kicsi a távfő, 2000 lakás van rajta, és próbáltam megmagyarázni, hiszen akkor én az áldás, ami kormánypárti is voltam MDF-en keresztül. Tehát próbáltam megmagyarázni, hogy szükséges ez a kádár rendszer után, hogy elkezdjük szépen rendbe lakni. És akkor itt el is hangzott a tilától, hogy ugye meg is volt ez a stratégia. Senki nem nyúlt és nem mert hozzányúlni. Ma jóval kisebb lenne a probléma, hogyha ez megtörtént volna, és hogy mikor, mikor fog megtörténni, ki tudja. A Holodatiratot kérdezném, 2012-13 környékén, amikor felmerült, hogy hozzá kéne nyúlni tényleg a rezsík, rezsijárak árak a távőrendszerhez, miért nem valósult akkor ez meg? Mi, mi volt az oka, mi volt a politikai oka annak, hogy ezt akkor nem kezdték el megoldani? <tosz> Hát a politikai oka az mindig a szándékból keresendő, nem mernek hozzányúlni valami ez, aminek, ami túlzottan érzékeny lehet bizonyos köröknek, és akkor jönnek be azok, hogy a, a, akinek három mercedes áll a ház előtt, az azért ugyanúgy el fogja fogadni azt, hogy ő ingyen tankönyvet kap. Tehát itt azért mondjuk úgy, hogy morális szempontból nagyon sokan mondják el az, hogy nekik mi jár. Akik érdekes módon, akiknek meg igazán járna, azok meg a, akik a leginkább szégyelik ezt a lehetőséget. De, de, hogy miért nem valósult meg? Azért, mert hogyha egy stratégiát megalkotnak, ahhoz úgynevezett alap lebontása, kormányrendeleteket kell alkotni. Elmondom, hogy mikor készült el a 2011-ben elkészített stratégia a kormányrendelete. 2018 nyarán. És pontosan olyan lett, mint amit én vártam tőle, én azt mondtam, akkor még ugye államtitkáként, én azt szerettem volna elérni, hogy ebbe bevonjuk azokat a civil szervezeteket, szakmai egyesületeket ennek a megvalósításába, nem csak a kidolgozásba, a tényleges megvalósításba, akik az adott területen ügyködnek, legyen az távfő, legyen az napelem, legyen az bányászat, és ők erre készen is álltak. Itt a kormányzat részéről azonnal azot azt nem lehet, semmiféle szakmai szervezete, semmi, civil szervezetet, mert azok valakinek az érdekeit képviselik. Legyen a soros, vagy éppen az adott, mit tudom én, valamelyik múltinak az érdekét, és hiába mondtuk, hogy nem, a szakmai szervezetek megpróbálnak valamifajta objektív megoldást találni, és hajlandók részt venni benne. Én azt szerettem volna elkerülni, hogy olyan kormányhatározat szülessen a megvalósítása, aminek az a vége, hogy felelős X miniszter. Mert ezzel soha nem érünk semmit. Ha azt mondtuk volna, hogy felelős ez, meg ez, meg ez a szervezet, és ezeket felül ügyeli mondjuk az adott minisztérium, annak van értelme. És mi született meg? A 18-as hat kormányhatározatban az volt, hogy felelős X miniszter, gratulálok, soha nem fogja megcsinálni. Egy minisztert ugyanis, akit odaírnak felelősként, meg az életben nem kértek azért számomra, hogy figyelj, volt egy kormányhatározat, ezért te voltál kijelölt felelőse, és letelt a határidő. Mit tettél érte? Nem csináltad meg? Akkor hajrá! Hessinen. Most de ha nem számunk kérhető egy rendszer, vagy egy stratégia által kidolgozott megvalósíthatóság, akkor onnantól kezdve ezt mindenki így is fogja kezelni. Ha... De hát ugye, amit említettem, hogy a 2030-as energetikai stratégiában is benne van, hogy egy harmadára csökken a magyarországi gázfelhasználás. Na de mit tettünk érte? De az friss ráadásul. Tehát eltelt 12 év, amikor nem történt semmi, majd hoztak egy újabb stratégiát, amiben újra leírja, hogy egy harmadára csökkenti a gáz. Hát pontosan ez az alap probléma, hogy megint, te tudjuk, nem az a probléma, hogy a kormányzat vagy a kormányzat körül nincsenek olyan szakemberek, akik ne tudnák, hogy mi lenne a megoldás. Tehát sosem ez a probléma. A probléma az az, hogy ők leírják az ezzel kapcsolatos elképzeléseket. Ez a 2020-ban elfogadott vagy frissített energiastratégia, amelyik a Kaderják Péter nevéhez kötődik, Akinek az lett volna a feladata, hogy ezt a stratégiát akkor itt van, tessék, készpénze váltani, valósítsd meg. És amikor... Amikor a megvalósítás jött, akkor kiderült, hogy az energetika, mint olyan, az gyakorlatilag négy-öt osztatú. Elmondom, hogy kik, kik nyúlnak bele a magyar energetikai rendszerbe. Megalkotja a korábbi ITM, vagy most már Technológiai Ipari Minisztérium, ide tartozott akkor Derek Péter. Ott volt az önálló tárcánélküli miniszterként a Süli János, aki az energiának, energiaellátásnak, termelésnek egy jelentős későbbi beruházását felügyelte. Ott volt a Máger Andrea aki ugye felügyelte direktben a MVM-et, mint legnagyobb állami tulajdonú céget. Ott volt a Szijjártó Péter, aki mindenütt ott van. Holott nem ez lenne a feladata. És akkor mondom tovább, energiahivatal, szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága, amelyik a bányászatot felügyeli. És akkor innentől kezdve ki a főnök? Ki fogja ezt megvalósítani? Van valaki, aki megalkotta a stratégiát, ő felelne a stratégia megvalósításáért, és millió ütköző pont egyéni partikuláris érdekekkel. Kit küldtek el a, az ebből a rendszerből? A Kaderják Pétert meg később a sülit is. Hát aztán a sülit is elküldték, de az egy, az egy más dolog volt, mert, az egész egyszerűen Szijjátó bekebelezte maga alá ezt az atomerőmű építési dolgot, amit már egész odáig fokozott, hogy ma éppen, ahogy tegnap azt jelentette be, hogy ő intézte el a Paks 1-es atomerőműnek a fütőellen beszállítását, ami most érkezett meg repülőn. Csak hozzáteszem, nem a külügyminiszter feladata. Van egy MVM, amelyik tulajdonjon a Paksi atomerőműt. A Paksi atomerőműnek van egy nagyon komoly beszerzési szervezete, akik Kidolgozzák ezt, hogy mit, hogyan fogok én beszerezni. És ezek után az látszik, hogy ugye hét szervezetet mondtam, ezek egymással küzdködnek, Orbán Viktor meg szereti ezt, mert a hátradőn és azt mondja, hogy oszd meg és urak, hogy küzdjetek meg egymással, Enkel és én van marhára szeretem ezt a dolgot. A kegyencek egymással versengenek a dologért, és az, aki felölt volna ezért, mert ugye ez a stratégia, ez egy jó stratégia, persze rengeteg olyan eleme van, amivel tudnék vitatkozni, vitatkoztam is egyébként, mert, mert egy, egy, jó stratégia megvalósítás során az végül is a vitákban lesz egyre jobb. És, és a, a Péter az a szakember, akivel lehet vitatkozni, mert pontosan tudja, miről beszél. Most ehelyett kivel vitatkozzak? Német Szilárddal? Pont ezt akartam kérdezni, hogy ha már német Szilárd volt a rezsé, biztos neki volt ebben a stratégiában bármilyen Semmi. szerepe? Nem, Nem is ismeri a stratégiát. Ő valószínűleg nem is érti. Tehát am amikor ők kiálltak ketten a Gulyás Gergelyel, és elmondtak mindenféle mértékegységet, ilyen nagyon komoly arca, hogy 1729 köbméter jár embernek, ember, családonként, akkor uh, bárki megkérdezte volna tőle, hogy akkor most köbméter, vagy kilovattóra, vagy megazsúr, vagy ízé, mondjatok már valami értelmes használható dolgot. E, összekevernek különböző mértékenységeket, mert ezzel is megzavarják az embereket. Én meg folyamatosan kapom a leveleket az emberektől, hogy akkor ez most hogy van, hogy a fűtőérték nem fűtőérték, mit hogyan nézzen azon a tetve számlán, mert nem értik meg. De egyébként az az csak Magyar, Magyarországon divat a köbméter. Tehát, hogyha energiárakat. Nem. De ha energiárakat nézni akár Szlovákiában, a Csehországban, mindenhol kilovatóra. De akkor hadd mondjak erre nagyon egyszerű példát, amire én mindig, ellen, mindig ellene voltam. Amikor arról beszélünk, hogy egy távezetéknek mondjuk egy nagy nyomású ennyi az áteresztő kapacitása és meg kilovatt órában vagy megawatt órában adják meg. Egy földgáztárolónak kilovatt órában vagy meg adják meg a tároló kapacitását. Ez azt jelenti, hogy az feltételezi, hogy ott milyen fűtőértékű gáz van. Tehát, amikor például majd bejön a hidrogén tárolás kérdése, a hidrogén egyharmad energiával rendelkezik a metához képest. Egyharmad. És én már látom előre, amikor a politikusok felháborodva fogják számon kérni a tárolói vezetőket, hogy miért csökkent egyharmadra a kapacitás. Nem csökkent csak más rakok bele. Mert ez pont olyan, mint hogyha én azt mondanám, hogy egy osztályterembe befél 3000 IQ. Tehát Ebből a logikából következően hülye gyerekből sokkal több férbe? Nem, hát ugyanannyi szék van bent, emberek. Köbb mérjük a földgázt, azért mérjük köbb méterbe. Egyetlen egy indoka volt ennek, hogy kilovattórába számolják át, mert akkor lehet összevetni a villamos villamosenergiát a földgázzal, és akkor lehetett az egymás helyettesítését kereskedelmi szinten. De ezt a kereskedők erőltették ennek fizikailag, műszakilag, éppen az elmondottak alapján nincs értelme. Egy földgáztáról a 1,9 milliárd köbméteres, annyi fér is, hidrogénből is, meg metánból is, és más-más lesz a fűtőértéke. Jelenleg a helyzetben azért van mégis egy megkerülhetetlen tényező az, hogy nagyon magasak az energiaárak a, egyszerűen a világpiacon. Ebben a helyzetben tulajdonképpen hogyan lehetne megoldani a, a válságot úgy, hogy ne fájjon az embereknek, vagy hát a legető legkevésbé fájjon? Hát Leginkább az lehetne, amit a, amit a Gémesi Gyuri mondott, hogy valami fajta ásapkát rá kell húzni erre. De az ásapka ráhúzás önmagában nem old meg semmit. Ezt látjuk az üzemanyag piacon, sőt, hiány gazdasághoz vezet, nincs, hiány, nincs ellátásbiztonság. Tehát mellé kell rakni, hogy ásapka, és Ez egy, ezt, bocsánat, meg ezt hogy a önkormányzati fogom vagy fogyasztói ásapka? Például az önkormányzatok esetében. Az önkormányzatok esetében egész egyszerűen meg kellene húzni azt, mivel úgyis MVM-ről beszélünk, állami cégről. Ennyire adhatod az önkormányzatoknak kés, lusz, pass. Egyébként sem értem, hogy miért külön tárgyaltak az önkormányzatok az energiaáról, miközben ők összefogva lehetett volna egységes árat adni, ugyanúgy, mint a lakosságnak. Ráadásul ők együttesen sokkal nagyobb mennyiséget képviseltek, tehát az alkupozíciójuk sokkal erősebb volt. Ehelyett kiszabadították őket a piacra, aminek ők valójában nem befolyásolóik. Tehát azért azt látni kell, hogy Magyarországon a fogyasztás jelentős részét az ipari fogyasztók viszik el. Most innentől kezdve ők azok, akik befolyásolják a piaci árat. Egyébként az európai piacon, a világpiacon is ugyanígy van. Az ipari fogyasztóknál. Most ipari fogyasztókkal összeengedni azokat, akiknek nincs hatásuk a piacra nem tudják mozgatni, az egész egyszerűen egy egészségtelen eh, hozzáállás. Ugye mindig versenyről beszélünk, de köztük nincs verseny. Az önkormányzat nem versenyez egy ipari tereppel. Egy ipari fogyasztó az, az tudja alakítani éppen a, a, a saját termékeinek az előállításától kezdve. Ha egy e, iskola van, egy oktatási intézmény, egy egészségügyi, az föl kell fűteni. Ott nem tudja azt mondani, hogy jó, akkor most versenye, ezért van, akkor csak a felét fűtöm föl, mert akkor mondjuk a fülorgégészeten csak 15 fokot fogok tartani. Nem lehet ilyet csinálni. Ebből következően... Az ársapka például az önkormányzatoknál az, az azonnali segítség lenne. Ugyanígy vissza kellene vezetni az, hogy el, átgondolni a lakosság esetén a több bevezetését, hogy ne egyből ugorjon, mert hogyha valaki egy köbméterrel, egy kilovatórával órával fölé szalad, akkor ő már hirtelen átszalad egy nagyobb terhelésbe. Legyen benne egy fokozatosság, az emberek azt el tudják viselni, és közben el kell indítani, mese nincs. El kell indítani olyan épület hatékonysági programokat, amihez finansziális forrása nincs a lakosságnak, tehát. Meg kell szerezni az Európai Uniótól, az Unió egyébként hajlandó erre adni. A Repower EU nevezetű program, az pontosan erről szól. Épület, energia, hatékonysági programok finanszírozása. Meg kell szerezni, ha másképp nem megy, akkor direktben önkormányzatoknak oda kell adni ezt a pénzt, mert ők, ahogy szintén elhangzott, ők látják, hogy kinek milyen a szociális helyzete. Innen föntről a minisztériumból senki nem fogja ezt látni. Ugye amikor előbb beszéltük, hogy 15-ben inkább az önkormányzatok felé vándorolt el az akkor érkezett forrásfelújítások, de végülis ez is egy érthető dolog, hiszen ott 100 milliókról, 900 milliók, 1 milliárd forintokról beszélünk, azért a sokkal jobban lehet irányítani, mint egy pár milliós lakosság. Hát irányítani lakosai. is, meg ellopni is. Nem tudom, hogy lopnak -e. A lakosság esetén, tehát de az ugye a lakosságban koncentrálódik. Ez az azért nagyon ritka, Persze tudom én, hogy volt ilyen, hogy mikor szennyvízhálózatokat és a hozzájárulás beszették, akkor nem a lakosság döntötte el személyesen, hogy akkor melyik kivitelező fog dolgozni. De mondjuk, hogyha a épület szigetelésnél azt mondták volna, hogy ekkora házhoz ekkora norma jár, a többi tett hozzá te magad, akkor ő persze megkeresi azt a vállalkozót, akivel ő a legolcsóbban fogja tudni megcsinálni, már csak a saját hozzájárulás akkor miatt a is. is. Hogyha önkormányzatokról van szó, különösen fideszes önkormányzatok esetén, ott megmondták, nekik, hogy vele kell megcsináltatni, ennyibe fog kerülni. De hát ez háromszor akkora, mint a telbe van. Hát bocs, nincs más. És nem tudtak mit csinálni, nem tiltakoztak, mert azt mondták, hogy legalább megkaptuk rá a pénzt. Ez látszódott ugye például a Szegedi Tudományi Egyetemnél is, ahol fideszes kivitelezők voltak energetikai beruházásra. is ők jártak a legjobban. Az egyetem megörült, hogy elkészült, de hogy abból lehet, hogy három vagy négy dolgot is el lehetett volna. Pontosan erről egy... szól a dolog. Tehát az önkormányzatoknál, hogyha őrájuk van bízva egyébként a pénzek elköltése és a forrásokat ott hagyjuk az önkormányzatoknál, ők, ők sokkal inkább oda fognak nézni arra, hogy kinek ezek a versenytárgyalásokon, hogy ki hogyan miért indul. A jelenlegi kiépített rendszer az a fajta korrupciós rendszer, amit ugye nem véletlen kér most számon az Európai Unió. Az pontosan erről szólt, hogy azért központosítottunk mindent, mert többek között ezeket a kivitelezés. Mi központilag osztjuk ki, mert abból megvan a visszaosztás. Tehát a korrupció gyakorlatilag ö, teljesen behálózta és megbénította az önkormányzatok mozgását, miközben ö, most csak visszautalok a, a Fidesz 88-as programjára, amiben az önkormányzatokat a legfontosabb alapegységének nevezte a, a, a társadalom működésének, most meg hol Gyakorlatilag az önkormányzatokat szétfejtette, kiüresítette, elvette a pénzüket, <hül> és közben, amikor meg gond van, akkor meg közli a gulyás gelge, hogy hát takarékoskodjatok. De egyébként ez, ez, ezek mind érthetőek, de honnan lesz pénze az önkormányzatnak gáz meg villanyt vásárolni? Hát itt ö, ö, az a kormányzati stratégia, vagy azt látom, hogy el kell menni a falig, és ha már nem megy, akkor bedőlsz. Most vagy csődbiztos jön, és akkor csődbe kerül az önkormányzat, mert nem tudja látni a feladatot. De akkor is ki kell fizetni. Hát akkor, akkor majd a kormány garantálja az NVM en keresztül, nem tudom. Hát majd jön a csődbiztos, aki az önkormányzat különböző tulajdonait el fogja adni. Ja, akkor még lehet államosítani Ő fogja és el fogja adni, megint a nehez közeli például. Hát a az államosítása az már közel van, szerintem, bár ott nem akarja magára húzni ezt a csődhalmaszt, mert valóban az a hely nagyon rosszak a rendszerek. Talán a fővárosnál, ahol nagyon sok a fogyasztó és rövidek a vezetékek ugye, ahhoz képest, ott tud ez rentábilisan működni, de egy ilyen 2000 lakásos távhőrendszer, hát ez nagyon-nagyon ez, sok de de előbb-utóbb rá fog kényszerülni a kormány, hogy valamit lépjen, vagy az ásapkát, vagy az, hogy visszaveszi a rendszert, mivel a, a jelenlegi kormány mindent valamifajta politikai megfontolásból tesz, ezért nyilván nem az ásapkához fog hozzányúlni, hanem ahhoz, hogy inkább megszerzi az önkormányzatok feletti direkt irányítást éppen a későbbi akkor Ezzel be lehet stb. bizonyítani, hogy egyébként alkalmazható. Hát, kormány... hát ez a legegyszerűbb. A Elveszem gélgely... a pénzt, és akkor. Alkalmatlan... azt mondta, hogy november, október vége, november közepéig, ha nem bírják az önkormányzatok, spóroljanak, ha nem bírják, akkor majd egyenként tárgyalunk veletek. Na most ettől félek én a legjobban az egyenként tárgyalástól, mert ez már volt a iparüzési adó felezése kapcsán, hogy hogy kompenzálunk. Tehát ez, én ezt tegnap is mondtam a belügyminisztériumban, hogy ettől félek a legjobban. Én azt gondolom, hogy mindenkinek segíteni kell, a nagyoknak, a kicsiknek is, és azt úgy kell, hogy az igazságosan mindenkinek lehetősége legyen igénybe venni. Mert már nincsenek, nincs, nincs már Budaörse, az az önkormányzat, ahol ott vannak a milliárdok a, a takarékbankban, vagy a, a bankban, de a főváros teljesen ki van véreztetve. Győr polgármester, ahol ott az Audi és hatalmas iparűzési adóbevételek vannak, naponta nyilatkozik meg, hogy nem elég a székesfehérrel, a legnagyobb az iparűzési adó egy főre esően Cserpakovics András azt mondta, hogy ez finanszírozhatatlan, tehát itt most már nincs az, hogy van gazdag, meg nem gazdag önkormányzat. Mindenkinek kell, csak akkor a kérdés az, hogy majd ez a segítség kinek megy, illetve kitől akarják elvenni az önkormányzati vezető szerepet. De ugye tavaly, amikor ezek az adóelvonások voltak, vagy önkormányzati forrás elvonások, akkor elkezdődtek ezek az egyedi támogatások, lást kecskemét, egy-két milliárd mindig befigyelt, és hmm. akkor ilyen ők így elevickéltek. Persze, hát ez így fog működni. De, de, ennél a nagyságrendnél ez már nem tud ilyen könnyedén. És nincs annyi könnyed. pénz. De ezt kell látni, hogy nincs annyi pénzük, hogy már ezt... mekkora pénzről beszélünk egyébként? Hát itt ugye ezer milliárdokról? itt azért ezer milliárdokról beszélünk. Dokról. Tehát én nem egy ezer, ezer milliárd... Dokról beszélünk, és ez az alap probléma. Tehát ez már nem kezelhető így, hogy akkor én, ugye, amit mondtam az elején a rendszerekről, az nem működik úgy, hogy a rendszer valamelyik szereplőjét, ugye mind az én gyerekem, az édes gyerekem, de van egy, amelyiket jobban szeretek, és neki mindig oda sokat kezébe egy zsebébe egy csokoládét. Most az önkormányzatok pont ezt tapasztalták meg az elmúlt időszakban. Nem véletlen, hogy, hogy ezzel vették rá nagyon sok helyen az önkormányzatra szavazókat, hogy hát legyen inkább Fideszes. Nem szeretjük ugyan, de akkor tudunk pénzhez hozzájutni, mert annak fogja osztani a pénzt. Ez az időszak is el az önkormányzatokat. Úgy behálózta ez a fajta rátelepedés a kormányzatnak, hogy most akkor a kormányzat lesz szíves a salkára áll, és vagy visszaállítja rendesen az önkormányzatiságot, és ez ki fogják követelni maguk az önkormányzatok, vagy egész egyszerűen bedől az önkormányzatiság. Mind a kettő rossz megoldás. A Fidesz szempontjából, amelyik mindent tudja politikailag elemez, bármelyik következik be, ő ebből csak vesztesként jöhet ki. Köszönjük szépen az érdekes információkat. Ez volt tehát az átlátszó szeptember 28-ai podcastja. Köszönjük vendégeinknek, Holoda Attilának, Gémesi Györgynek és Segesvári a kollégámnak a részvételt. Én pedig Zubor Zalán voltam. Kövessétek továbbra is az átlátszó rádióadásait.